mai vendégünk Kustos Júlia, róla pedig a következőket tudjuk egyelőre. Szombathelyen született, a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, 2013 óta publikál, jelenleg Budapesten él, tanul, ír és dolgozik. Verseit és prózáit az Élet és Irodalom, a Műút, a Tiszatáj, az Alföld, a Kolozsvári Helikon, a Csillagszálló és a Hévíz is közölte. Jelenleg párhuzamosan dolgozik első verses kötetén és egy regényen. 2018-ban Móri Zsigmond irodalmi alkotói összüléban részesült. A részletekről pedig majd felé fogja fakadni, de még mielőtt átadom a szót, szeretném mondani, lehet, hogy még sokan nem értesültek róla, a jövő heti bájoló egy később időpontra tolódik. Úgyhogy ha bárki készült volna, közölni fogjuk, hogy mikor lesz Toma Bencével a zenés est, mindenképpen még márciusban megvalósul. És akkor a szó a Feriné, és akkor jó szórakozást kívánok! Köszönjük szépen! Jó estét kívánok! Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Most azért álltam fel, hogy leüljek, tehát igazából ez így szokott nálam működni, engedjék meg, hogy leüljek. Először is köszöntöm Kustos Júliát, Júlcsát, megpróbálom megigyezni egy Júlcsa, úgyhogy, illetve hát, hogyha nem Júlcsát mondok, akkor megegyeztünk abban, hogy majd azért lehet, hogy mondom ezt meg. Na, először én is szeretném megköszönni, hogy itt eljöttek, önök is eljöttek, illetve szeretném megköszönni a sajtónak is azt a fajta sajtófigyelmet, amit kapunk a könyvtár részéről, hiszen a bájolóról is nagyon-nagyon sok sajtó tudósított. Valaki tudósított, valaki pedig megosztotta az eseményeket, úgyhogy ezúttal is köszönjük. Külön köszönjük az F21-nek, a Vaskarikának, az úgytudjuk.hu-nak, Szombathelyi TV-nek, és a videófelvétel pedig a Hírlevél Plusznak, mert ott folyamatosan vissza lehet nézni a felvételeket. Illetve hát a többieknek is köszönjük szépen, akik folyamatosan megosztják az eseményeket. Ez volt egy ilyen köszönet blokk, úgyhogy aki bájolón szokott lenni, vagy itt szokott lenni bájolón, az megszokott, hogy nekem már van egy ilyen bejáratott kérdésem mindig, és épp a Matyi barátom mondta azt, hogy kapni fogok egy olyan pólót, hogy tipikus újságírói kérdés, vagy kezdeti kérdés, vagy valami ilyesmi, mindig az első kérdésem az szokott lenni a vendégeimhez, hogy kicsit meséljenek magukról, hogy honnan indult, tehát nálad például az irodalom és az írásnak a szeretete, mert nálad is azért gyerekkorban indult már ez a dolog. Igen, kicsit visszatérek a köszönetblogba, köszönöm szépen, hogy meghívtatok, meg én is köszönöm, hogy itt mindenki itt van, akinek részét ismerem, más részét nem, de annak is még jobban örülök. Köszönetblog vége, és a kérdés az volt, hogy ez honnan indult. Édesapám szokta rólam azt mondani, hogy amikor pici voltam, akkor így lehetett rajtam látni, hogy így hozzám beszélnek, de nem vagyok ott. Ez azt hiszem, hogy még mindig egy kicsit így van néha, de most igyekszem figyelni. Hát úgy indult, hogy szerintem a legtöbb embernél megtanultam olvasni, és akkor szépen lassan meg is szerettem olvasni. És ez viszonylag hamar történt, és miután megtanultam olvasni, megtanultam írni is. Na, nem sokára nem veszik ennyire zavarban. És körülbelül ilyen 9 éves koromban kezdtem neki, vagy 10 éves koromban kezdtem neki annak, hogy naplót írjak. És ez eleinte csak egy ilyen abszolút furcsa dolog volt egy 9 éves gyerektől. Aztán ez így is maradt, és ez így végigkísért engem a tini koromon, még mindig naplót írok. És valószínűleg ebből nőtte ki magát egy picit az, hogy ráéreztem arra, hogy ami engem foglalkoztat, az szavakba lehet önteni. A szavakba lehet úgy önteni, hogy írásba lehet önteni, és egy idő után pedig arra is rájöttem, hogy írásba lehet úgy önteni, hogy az ne legyen túl direkt, esetleg rímeljen, erről leszoktam már, de hogy kicsit a forma mögé a tartalmat be lehessen vinni, és alkotni lehessen valami olyat, ami nem szokványos, ami nem azt írja le, hogy jól vagyok, mert vagy rosszul vagyok, mert vagy izgatott vagyok, mert hanem ki kelljen abból hámozni, hogy mit jelenthet ez, olyan az, hogy jól vagyok, vagy rosszul vagyok, vagy izgatott vagyok. Mondtad, hogy 9 évesen kezdtél el naplót írni.
Te az első versed és a naplóírás között mennyi idő telt? Tehát mikor volt az első olyan versed, amire azt mondod, hogy ez már vers, és akkor ezt így felvállalom, vagy? 21. Majd átugrunk akkor az időben. Hát, amit fel is vállalnék, és vers is. Nem is biztos, hogy felvállalni, hanem tényleg az, hogy az első olyan vers, mert említetted ezeket, hogy táborokban is voltál, és ott is ott jobban rágyúrtál ezekre a dolgokra. Igen, csak viccelek egy picit. Hát az első verseim, amik úgy ilyen nagyon elemiek voltak, nagyon belőlem, nagyon fontosnak tartottam, az olyan 13 évesen, 14. És amik már úgy éreztem, hogy jobbak is, az mondjuk 16-7 körül, amikre pedig már azt mondanám, hogy versek, azok már 21 körül. Ez nem annyira régen volt, de szerintem ezzel mindenki van, aki valamit nekiállt ilyen kreatívan alkotni, hogy az első dolgokat így gyakorlatilag is félre lehetne rakni, hogy jó, ez volt a demókör, és akkor most jön valami olyan, aminek már úgy formája van, értelme van, színe van, szaga van, komplexebb. Valahogy így. Említetted még nekem korábban, hogy meghatározó volt az életedben a szakkollégium, illetve valamilyen szinten az egyetem is. Mesélj el egy picit, hogy ez ami így. Hát a szakkollégium az egy olyan dolog volt, hogy be a mély vízbe. Úgyhogy nem tudok úszni. A mai napig sem nagyon. Ott egy hatalmas váltás volt, mert kiszakadtam ebből a szombathelyi Nagy Lajos gimnázium jó hely, de azért úgy békén hagytak, úgy felismerték bennem azt, hogy én tudok dolgokat, nem nagyon maceráltak ezzel, teret adtak, és akkor egyrészt Szombathelyről Budapestre átkerülni, aztán a szakkollégiumnak annyi betekintést most ebbe adok, hogy borzasztó praktikusak volt, hogy nem vettek volna fel a múlt szociális kollégiumba, és akkor úgy döntöttem, hogy hát egyetlen megpályázom azt, hogy szakkollégista leszek, és ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt, mert ott megtanultam rendesen olvasni, irodalmat, nem úgy, hogy elolvasom és tetszik vagy nem, hanem úgy, ahogyan egy magyar tanárnak vagy egy irodalmárnak olvasnia kell tudni egy szöveget. Megtanultam, hát tanulmányt azért nem írtam túl sokat, de megtanultam kicsit formálisabb szövegeket írni. Nagyon sok jó emberrel ismerkedtem meg ott, akik nagy hatással voltak rám, és akik hiába következett be mondjuk egy pár év szakadás, visszatértek az életembe. És az egyetemről ez nem teljesen mondható el, ott azért egy picit visszavonultam. Nem akartam annyira belefolyni az egyetemi életbe, és nem is tudtam a szakkollégium miatt, mert az azért úgy 24-ből 35 órát elvesz egy nap. Tényleg, egy zombi voltam valószínűleg, ha rám néztek az emberek, ezt gondolták. Szóval az egyetem az más tészta volt, ott inkább azt vadáztam, hogy mi érdekel engem, és azt így próbáltam minél jobban kiaknázni. Ha ez a fajta irodalom érdekelt, olyan kurzusra mentem, ha egy másfajta kutatásmódszertan érdekelt, akkor inkább arra mentem. Viszont a tanáraim, egy-két nagyon-nagyon jó tanárom volt, és van még mindig az egyetemen, akik úgy érzem, hogy sokat faragtak azon, hogy milyen szemmel nézem az irodalmat, vagy Budapestet, vagy az építészetet, vagy a világot. Erre majd egy picit visszatérünk, hogy milyen szemmel tekintesz a világra. Most hallgassunk meg tőled két verset, az egyik az Ikarusz, a másik pedig a serdülés. Az Ikarusznak Szombathelyi vonatkozása is van. Mesélj erről egy picit. A Várhelyi Zsófi, szerintem őt azért úgy ismerik ebben a teremben néhányan. Várhelyi Zsófinak talán 2 éve volt a BS diploma munkája a Sopronban. És Zsófi írt nekem, hogy van-e véletlenül szombathelyi kötődésű versem, vagy szövegem, mert akkor azt nagyon szeretné ebbe a diplomamunkába lehozni, ami tulajdonképpen nem láttam sajnos azóta ezt a munkát, pedig havonta eszembe jut mondjuk, hogy jó lenne elkérni. Aminek az a lényege, hogy oldalpárokon, ha jól értettem, szombathelyi kötődésű képek vannak, és mellé egy olyan vers, ami ehhez passzol. A nagyszálló, és arról egy szöveg,
az 56-os emlékmű és arról egy szöveg. És nekem nem volt ilyen szövegem, de nem akartam nemet mondani, ezért kértem pár hetet, és aztán megírtam az Ikaruszt, amiben azóta se nyúltam bele. Ez egy... ez a nagymamámnál töltöttem elég sok hetet nyaranként, és ez annak a története, ahogyan felszállunk a 2C-re, nem tudom, hogy melyik busz volt ez, a 2C-re felszállunk, és kivegyünk az uszodába igazából. Akkor hallgassuk meg ezt a két verset most tőled, az Ikarus meg a serdülést. Nyugodtan tessék, de vannak itt meg üres székek, úgyhogy ilyet foglalni. Gyere, Kata! Ikarusz. Az otthon nyarak olvadó ikaruszokon, és tejföllel mázolt, leégett bőrszaga. Innen hova lehet még menni? A fűzfák árnyéka alól, ahonnan perzselően messze minden medence. Hiszen semmi szárnyalás nem írhatja át a kukás autók hajnalát. Az útmosó kocsik esti sétáit, a függő folyosón hagyott fecskefészkek alatt egy eltátott száj. Serdülés. Amikor először láttam szemeidben az öregedést, kezedből hirtelen kihullottak az eltitkolt ráncok. Addig a napig voltam kislány, addig a napig hittem a halhatatlanságot. Azóta a hetek csípőként szélesülnek el. Tükrökben figyelem, hogyan változom át. Az ajtófélfán van egy vonal, köldök magasságban. Azt mondja, 2002. májusában én ő voltam. Egy picit már elkezdtem mesélni így a verseknek az alkotási folyamatáról, de egy kicsit foglaljuk össze azt, hogy hogyan is alkotsz te tulajdonképpen, mert vázlatokat kezdesz el készíteni egy vershez, és akkor utána azt kezded el felépíteni. Mesélj erről egy picit. Na, nagyon benne biztos, hogy én ezt mondtam valaha. Kicsit pont fordítva igazából. Igen, hogy először... Ja nem, emlékszem, jó. Igen, igazad van. Mostanában már inkább így működik. A régebbiek voltak olyanok, hogy kijött belőlem, nem tudom, szerzettségnyi dolog, és akkor abban a szerzettségből csináltam szépen lassan 30-at, szóval így mindig faragtam le, és egyre szűkebb lett egy vers, vagy egyre rövidebb lett, szóval egyre kevesebb lett az, amit szavakkal akartam átadni, és egyre több az, amit viszont sejtetéssel, mondjuk, vagy kihagyásokkal, vagy olyan alakzatokkal, amik például a központozás elhagyásával, ami kicsit arra készteti azt, aki olvas, hogy itt most gondolkodni kell, mert hogy nincs ott az a vesző, és nem értem, hogy mi az állítmány. Nem azért, mert nem tudom, hogy mi az állítmány, mert néha így van ez. És az utóbbi időben pedig már az a jellemző, hogy vannak olyan témák, amiket szeretnék egy kicsit körüljárni, és készítek hozzá jegyzeteket, de nem szakkönyvekből vagy valami, hanem csak eszembe jutnak sorok, eszembe jutnak olyan megoldások, amik a legjobban el tudják adni azt, amiben én szeretnék írni, és azokat próbálom összefésülni, próbálok egy versformát találni neki, host, számszemét, időt, stb. Szóval próbálok egyre tudatosabban hozzáállni ehhez, nem feltétlenül mindig, de ez egy újfajta váltás. Ezért is nem értettem, hogy mit mondasz. Aztán rájöttem, hogy tényleg így csinálom, csak... Figyelj, jobban ismernek, tehát... Igen, csinálki megyek a nem, hogy említetted azt, hogy kezdetben tényleg egy picit szűkítetted a verseidet, tehát hogy nagyon-nagyon sokat írtál és szűkítetted, és még most is van olyan verset, amit én egy pár évvel ezelőtt olvastam, és most, amikor meg elküldted nekem, akkor már mások voltak a sorok, és rövidebb is volt. Egyrészt erre gondoltam, másrészt meg ugye, amit mondtál, hogy tényleg most egy kicsit meg pont tágítod a dolgot, tehát hogy veszel valamit,
egy gondolatot, egy ötletet, és te saját magad döntöd el, hogy az elbeszélő hang, az időség, a személyek, azok milyenek legyenek, és úgy építed fel, tehát ezt picit megtágítod. Tehát én erre gondoltam igazából, úgyhogy... De akkor egyetértünk, ez a lényeg. Na, a serdülésnél is, a serdülés című versednél is azért visszarepülünk a gyerekkorba, illetve a következő két versednél és a bizalomnál, illetve a név nélkül is. Tulajdonképpen sokszor a kortárs magyar léra gyermeki élményéből táplálkozol, és néha ez a gyermeki lét, hát néha traumákból épül fel. Mint például itt a következő versenyben és a bizalomnál is majd. Meg a névnél is. Mind a kettő egy konkrét esemény dolgoz fel, de nem veled megtörtént esemény. Mesélj erről, ezekről egy picikét. A bizalomról egy kicsit könnyebb mesélni. Pár éve voltam egy gyerektáborba, remélem, hogy akivel ez történt, annyira nem jut el hozzá, vagy nem tudom, hogy furcsa erről beszélni, de pár éve voltam egy gyerektáborba, ahol volt egy kislány, akinek az édesapja gyilkos lett egy pár hónappal ezelőtt. És játszottunk egy játékot, aminek az volt a lényege, hogy minden gyerek leírt három mondatot magáról egy cetlire, és az alapján, a három mondat alapján rá kellett jönnie a 60 másikból az egyiknek, hogy ki lehet ez a gyerek. Ezt ilyen titokjátéknak hívtuk, hogy három titkot osszanak meg egymásról, vagy magukról. És szerencsére az egyik táborvezetővel találtuk meg, ő találta meg, és akkor oda hívott, hogy mit kéne ezzel csinálni. A cetlin az volt, hogy egy, tudok a kutyákkal beszélgetni. Érdekes, kettő, fogalmam sincs, három apukám májusban megölte magát, felkötötte magát, nem emlékszem meg szerencsére a pontos mondatra. És ez egy olyan dolog volt, ami így belém égett, hogy ha ezt nem mi találjuk meg, hanem valamely kisgyerek, hogy egyáltalán az a kislány ott áll 6-7 évesen, egyszerűen el sem tudom képzelni azt, hogy mi történik vele. Fogalmam nincsen, hogy milyen lehet ez az egész dolog, ami benne folyik. És akkor nem írtam erről semmit, hanem ez így velem maradt, bennem maradt hónapokig. És egyszer csak úgy döntöttem, hogy erről írni kell viszont, mert hogy ez megtörtént. Ezt a traumát, ezt nekik is fel kell dolgoznia, és lehet, hogy még amúgy van nagyon sok ember, akivel szintén megtörténik, szinte ugyanez is, nekik is fel kell dolgozniuk. És szóval ez egy furcsa kérdés, így etikai szempontból furcsa, hogy valaki másnak a nagyon szomorú élettörténetéből én verset írok, de megtettem. Szóval így. És tulajdonképpen, ahogy mondod, valamilyen szinten ez egy olyan fajta traumának a kiírása, ami akár lehet, hogy később évben segít feldolgozni ezt a dolgot. Nem gondolod, vagy inkább csak az eset, vagy inkább csak ezt az érzést próbáltad megfogni akkor? Inkább csak az érzést, meg az egésznek a dramaturgiáját, hogy tulajdonképpen ez hogy történhetett. Hogyan lehet egy ilyen információt közölni, egy ilyen információt eltárolni, ezzel együtt élni, aztán eljönni egy gyerektáborba 7 évesen, és valahogyan így kinyúlni mások felé, hogy kommunikálni feléjük, hogy mi történik, csak hát ezt nyilván nem hagyhattuk feltétlen, mert annak még rosszabb következményei lettek volna, mint hogy mi megtaláljuk, és mi ezt elrakjuk magunknak. A kommunikáció és a kommunikáció képtelensége azért többször megjelenik a verseidben, illetve majd a regény részleteidben is. Miért foglalkoztat ezt téged ennyire? Valószínűleg azért, mert akármennyire is törekszik két-három ember, egy csapat, egy család, egy nem is tudom, egy ország arra, hogy valahogyan így személyek kommunikáljanak egymással, ez még akkor is, amikor a legjobb a szándék, és akkor is, amikor a legdirektebben keresztül akarják ezt vinni, ez nagyon sokszor akkor is szinte lehetetlen. Vagy hát az érdekel engem ezekkel kapcsolatban, hogy mi az az apró, iciri-piciri dolog, amin el tud csúszni valami,
mi az, amitől valaki bezárkózik, mi az a pont, ahol mégis ki akar nyúlni mások felé, hol fejeződik be az, hogy valaki egyedül akar éldegélni a világában, és hol élik ki az a világ, ahol beismeri azt, hogy esetleg másra van szükség. És ennek a fordítottja, hol van az, amikor két ember közt annyira elcsúszik valami, hogy már lehetetlen onnan folytatni, ahol tegnap előtt abba hagyták. Ebben egy kicsit majd mélyebben belemegyünk a regény részleteknél, mert ott még inkább előjön ez a dolog. De most hallgassuk meg akkor ezt a két versedet, a Bizalmat és a Név nélkül című verset. Bizalom. Ja, az a vége. Köszi. Szóval, bizalom. 8 éves vagyok, mikor a nyári táborban ezt játsszuk. Titkokat vallunk meg egymásnak, olyan dolgokat, amiket senki sem sejthet. És szabályunk szerint, még ha nem is hihetőek, igaznak kell lenniük. Apu májusban felkötötte magát. Előttem a test lengése, hiába nem láthattam. Mint egy ágra száradt, barna falevél. A pók tovább ráng, mikor lábát kitépem. Évek múlnak, hogy pofonod után, pont ahogy kérni szoktad másik orcámat, stb., mint a többi sok ezer. Csókold meg, ha mered, és magyarázd el velem, mit, miért teszel. Név nélkül. Mikor valakinek van valakie, szörnyűködni kezdenek a lányok. Hogy az a valaki, akinek már van valakie, valaki másra úgy gondol, ahogy nem szabad. A koktél édese ilyenkor epeként ül, fogaik tökéletlen rései közé, és egy erodáló erő marja őket, hogy neki bezzeg. Mikor valakinek már van valakie, de valaki másra úgy gondol, ahogy nem szabad, felröhögnek a srácok. Mikor a harmadik elmondja, hogyan harapja az a valaki az ajkát, hogyan sugározza be csiklója az ő arcát, és hogyan rebegi el az ő nevét, a sörhaba fiúk szája szélén márványán fagy a puszta gondolatra, hogy egy jóképű harmadik a város valamely szegletén saját valakiükkel pontosan ezt teszi. Valakit valahogyan hívnak. Megbékél nevével, ahogy megbékél magával és a dolgokkal, amiket nem szabadna tennie. De mikor előtte a kosár gyümölcs, darabonként vizsgálja, amit megkíván, elveszi. Azt mondják, a szégyent minden nő, bőrén minden nő csak lánykori nevével viselheti. Azért itt is ezekben a versekben is lehet érezni azt a fajta mélységet, amiről az előbb beszélgettünk, hogy igen, nagyon-nagyon mélyen bele tudsz menni egyfajta érzésbe, egyfajta gondolatiságba, de ezt majd tényleg boncolgatjuk még azért a regénynél. Mesélted nekem, hogyha elkészítesz egy verset, akkor mondtad, hogy tágítod vagy szűkíted attól függ, de mostanában akkor inkább tágítani szoktad ezeket a dolgokat, és vagy ezeket a verseket, sorokat. Mi alapján döntöd el például, hogy ez most egyes szám első személy, vagy egyes szám a harmadik személy legyen? Tehát, mert legtöbbször azért az egyes szám egy szokott lenni. Uh-huh. Tehát mi az, ami... Tulajdonképpen attól függ, hogy működik-e abban a formában, ahogyan először leírtam. Uh-huh. Szóval talán pont az, amit az előbb olvastam fel, az egy sokkal konkrétabb dolog volt, szóval sokkal jobban meghatározott személyek voltak benne. Nem egy nő volt, nem egy férfi volt, nem nők voltak csak úgy, vagy férfiak, hanem ott egy sokkal közelebbi képet akartam rajzolni, és rájöttem arra, hogy ez nem jó, mert így lehet azonosulni személyekkel ebben az egészben, hogyha megcsalásról van szó, akkor alapból mindenki a saját barátja pártját fogja, vagy legalábbis azt, akit valahogyan morálisan közelebb érez magához.
És rájöttem arra, hogy itt kell egy váltás. Kell az, hogy sokkal távolabb lépjünk, sokkal általánosabb lehessen, sokkal kevésbé lehessen eldönteni a helyzetről azt, hogy itt mi a jó és mi a nem. És általában ez ilyen megfontolások azok, amik miatt nekiállok egyszer kezdeni egy verset. Ha nem érzem azt, hogy működik az, hogy én vagyok benne, akkor megpróbálom azzal először, hogy ő, átírom az egészet úgy, hogy ez legyen egy teljesen eltávolított személy. Néha pedig egyes szem második személyű szövegé teszem, hát ha úgy jobban működni tud. És ez a működés, ez egy olyan dolog, amihez most egy ilyen lábjegyzetet kéne raknom, hogy mi az, hogy működés. Ez annyi, hogyha valaki elolvas egy verset, és azt mondja rá, hogy hú, ennek legalább az első két sorát megjegyzem, vagy ennek van egy hangulata, vannak képek, vannak helyszínek, amik erről eszembe jutnak, akkor valami működik. Hogyha pedig csak átrágjuk magunkat valamin, amiről azt érezzük, hogy tartalmilag felfogtuk, és ez igen, ezt valaki megírta, váó, ilyet én is tudnék, na akkor valami nem működik. És hogy nekem ez a fajta megközelítés az, ami segít, hogy azt tenni a középpontba, hogyha én ezt elolvasnám valamikor, úgyhogy tudnám, hogy nem én írtam, nem lehet, de hogy kellő távolságból tudnék-e úgy tekinteni rá, hogy igen, ez valami olyan, ami bennem felébreszt valamit. És amúgy pontosan ezért szoktam, erről talán nem beszéltünk, mert legutóbb, ezért szoktam azt csinálni, hogy megírok egy verset, és aztán jól eltüntetem 3 hónapra, hogy én ahhoz ne nyúlhassak egyszerűen hozzá, mert amint közel maradok, elkezd az agyamba égni, és amikor például felolvasok egy szöveget, és valamit elhibázok, az néha azért van, mert annyira az előző verzióban még a fejemben, hogy önkéntelenül is azt szeretném felolvasni, pedig már nem az a verzióé. És megy ez a kívülről való szemlélés? Tehát mondtad, hogy próbálod kívülről szemlélni. Tehát elkészítesz egy verset, akkor onnantól kezdve mi lesz annak a sorsa? Tehát először tényleg te elolvasod, x hónap múlva, 3 hónap múlva, fél év múlva. Mikor mondod azt, több kérdést teszek, mikor mondod azt egyrészt, hogy oké, most ez kész, mehet, illetve tényleg megy ez a kívülről való szemlélés, illetve hát a harmadik kérdésem, jó sokat felteszek, a harmadik kérdésem pedig az, hogy ezután mi lesz a versek sorsa? Tehát, hogy kinek adod, kitől kapsz visszacsatolást, ezekről mesélj egy picikét. Jó. Lehet, hogy megkérlek. Persze, nem mondom újra az egész. Nem, hanem darabokban keresztül, nem nehéz. Akkor tényleg kezdjük az elején arról, hogyha először elkészül egy versed, akkor tulajdonképpen menjünk azzal tényleg, hogy mikor van az a folyamat, amire azt mondod, hogy vége van. Tehát, hogy mikor érzed azt, és tudod-e kívülről szemlélni? Kívülről szemlélni amúgy szerintem lehetséges. Kellő idővel, meg azzal, hogy nagyon ritkán nézek rá. Akkor vannak olyan vers kezdemények az egyik notaszomban, amiket elkezdtem valamikor, leírtam, elfelejtettem, hogy ott vannak, év múlva ránéztem, és csak néztem, hogy itt ez meg mi a bánat, ez miről szól, ezt én írtam ide, nyilván én írtam oda, de hogy és nem jók, szóval... Tehát van olyan, ami nem marad veled, de valami meg akkor lehet, hogy 3 hónapig ott pörög benne, és vagy igen, lehet. Igen, van amihez viszont nagyon sokszor visszatérek gondolatban. De kimondani azt, hogy valamivel végeztem, az mindegyiknél egy kicsit más. Az Ikarusznál, az másodiknál, amit felolvastam, vagy az elsőnél, ott nagyon hamar megtörtént ez, szinte 3 hónapon belül azt tudtam mondani, hogy ez így kész van. Nem akar túl sokat, ez annyi, amennyi ott van, és nem is akarok beleerőltetni filozófiai mélységeket és magasságokat, ez ennyi. A név nélkül az pont olyan, ami nagyon sokáig készült. Elég kegyetlenül szerkesztettük az Alföldnek a szerkesztőjével.
nagyon-nagyon kegyetlenül szerkesztettük, és még haragudtam is rá utána egy darabig, hogy teheti ezt a szövegemmel, hogy mondhat ilyen szörnyű dolgokat, aztán igazán lett. És van olyan, ami évek alatt készült el, és van olyan, ami meg remélem, hogy már kész van, de ezt most még nem tudom, hanem persze, majd. Persze, 3 hónap múlva, fél év múlva igen. És kik azok, akiknek, tehát mert rengeteg kérdőket felsoroltunk, élet és irodalom, műút, literatiszta, tájára, földhelikon, csillagszálló, hévíz, talán nem hagytam ki senkit, hogy biztos, hogy még párat kihagytam, az is előfordulhat. Tehát nekik küldöd el a verset, és tőlük kapsz visszacsatolást, vagy először másoknak szoktad? Tehát van olyan személy, akinek? Régen nagyon sokat küldtem olyan barátnőimnek, akik szintén írtak. Csak hát ez kicsit becsapós, mert picit mindenki a saját szája íze szerint tolja a kurkumát a, nem tudom, az indiaiba. Meg egyáltalán, szóval kicsit mindenki azt rakja bele, vagy azt olvassa ki, amit szeretne. Ezért nagyon nem szerencsés mindig ugyanannak az embernek elküldeni, mert egy idő után egy ilyen epigon valaki leszek. Meg hát nem feltétlenül értek azzal egyet, amit ő lát, és nem a szülői büszkeségemből, hogy ez már pedig az enyém. Ezt nem lehet így meg úgy telerondítani. Szóval erről a baráti hálós versszövegezésről kicsit leszoktam, vagy így abba hagytuk. Prózánál ez más, mert ott elég nehéz jelzőket cserélgetni, vagy sorokat kihúzni, mert nem lesz értem a következőnek tényleg. Meg egyáltalán a prózánál ez teljesen más, és ott úgy tudunk is egymásnak szerintem jobban segíteni. De egyébként a Hévíznek a szerkesztője, Fehér Renátó, ő nagyon-nagyon-nagyon sokat segít a verseimben. Értelmezi őket, ez nagyon ritka, szóval általában csak válaszolnak, hogy köszönjük, hozzuk jövő héten, vagy nem válaszolnak egyáltalán. És Áfra János, az Alföldnek a szerkesztője, ő is iszonyú sokat segített nekem már, mert hogy a szakmai életemben is próbál segíteni, szörnyen hangzik, de hogy ő azt hiszem, ő figyel rám valamennyire, amennyire ezt így meg lehet állapítani, és rájuk nagyon-nagyon hallgatok. Renátot megismerve, mert ő is itt talán tavaly, vagy tavaly előtt ültük mellettem, megismerve őt, szeret nagyon belemenni mélyen a dolgokba és értelmezni, illetve hát ő is úgy építi fel a versét, hogy rengeteg munka van, és a Bencével beszélgettem itt talán 2 hete, 1 hónapja, és ő is azt mondta, hogy rengeteg munka az még valamit felépít, de ez tudatosan fel van építve, úgyhogy jó ilyen visszacsatolásokat kapsz, is van olyan, aki segíti az utadat. Hallgassunk meg most tőled 2 verset, és utána pedig majd áttérünk majd a regényekre. A Határ és a Rügy című verseket. A Határ. Megállni a törött porcelánnál, megfakult hímzéseknél, az ablakon túlról figyelni, a lukasban hogyan úsznak az évszakok képtelenül gyorsan egymásba át, miközben a szájban az ízek ritmusa téli fahéjról, augusztusi szilvára vált. Így a nővérek szaga újra elemi lesz és vad, mint sok be nem váltott ígéretű tínédzserkori nyár. És a dalok ismét torkon ragadnak, és a dőlő alkoni fény felborzolja a kerti út szeszkavicsát. A fej közeledik a betonhoz, tűszúrásnyi vagyok, bekebelezésre kész. Fekhelyen vagy. Forron sugárzó, húsfalú vár. A tekintetek megfiatalodnak. Naív szerelmetek, könnyű titkoknak jár a végére, feltörő vizeinkben átlépi a határt. És a Rügy. Vagy Rügy. Még nincs végleges címe. Én így tanultam a nyelvet. Szavaidban mindig legyen szorongás, így tudsz majd szorongatni másokat. De igazadhoz jobban illik, ha kérkedő nem leszel, mert még az ostoba ősz sem fut a zaj felé. Arra megy, ahol finom rügyeket szagol. Finom rügy legyél hát, fántúli ésszel, biztos magadban, mert amit az őz akar, te az döntése előtt jóval tudhatod.
és rügyként félj a harapástól, de fánt túli testtel, hogy fájjon az őznek, amit képzel, hogy majd okoz. Elsőkülés, hogy mondtad, egyrészt a központozás nélküliség, illetve hát én is úgy voltam, mert többször elolvastam őket, mert ahányszor elolvas az ember, mindig észrevesz valami újabb és újabb dolgot benne. Ezért is érdemes elmerülni így a versetben, hogy akár Renátó is teszi például. És én is mindig azt szoktam mondani, hogy ha valamit elolvasunk, ne csak felszínesen olvassuk el, hanem kicsit merüljünk el benne tényleg, hogy vajon, amit te is mondtál. Más, lehet, hogy más jelent nekem, más jelent nekik, és más jelent az írónak is, de ez egyáltalán nem probléma, sőt, szerintem. Térjünk át egy picit arra, hogy 2018-ban Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjba részesültél. Mesélj erről egy picikét, hogy ez mit akar pontosan, és hogy mi dolgozol jelenleg. Igen, 2018 az már relatíve régen volt, szóval... Szóval már amit akkor, de na, szóval régen volt, de amit akkor nekiálltam dolgozni, az még mindig tart, szóval alapvetően egy lírakötettel és egy regénnyel pályáztam meg. Senkinek kérdezze meg, hogy gondoltam azt, hogy 12 hónap alatt én befejezek egy verseskötetet és írok egy regényt. Fogalmam sincs, leadtam egy ilyen pöpec munkatervet és ezt elhitték, hogy azóta is várhatok. Igen, elsőtől a harmadik hét, nem tudom micsoda versek, hatodiktól a nyolcadik hét könyvtárazás. Én nem tudom, hogy ezt hogy gondoltam, de elhittem. És ők is elhitték, és ez egyébként viccen kívül egy hatalmas nagy ugródeszka volt nekem. Nem minthogyha azóta nem tudom, mi történt volna, de nagyon jól esett az, hogy benne vagyok valamiben, szeretnék hinni valamiben, hinni magamban olyan szempontból, hogy én nekem itt van helyem csinálni ezeket az irodalmi próbálkozásokat, és ez egy visszacsatolás volt. És a technikai része az volt egyébként, hogy 18-ban, én 12 hónapon át anyagi támogatást kaptam a pályázat keretein belül, amiért cserébe nagyon-nagyon kipakoltam magam, szóval sokat írtam, sokat küldtem, akartam nagyon, hogy publikáljanak, mindenféle beszélgetésre elmentem, és ez egy nagyon-nagyon boldog időszak volt, és még mindig tart, mert azért ennek nem lennék valószínűleg itt sem, hogyha akkor nem érzem azt, hogy jó, ki lehet nyitni azt az ajtót, és ki lehet lépni, és meg lehet azt tenni, hogy felvállalom azokat a dolgokat, amiket írok. Szóval, igen, egy lírakötet, ami még alakul. Akkor azt hittem, hogy végeztem vele. Én egy ilyen ember vagyok. Azt hittem akkor, hogy végeztem vele, nagyon nem végeztem vele, sőt, 18 novemberében azt hittem, hogy most már végképp végeztem vele. És akkor kérdeztem pár embert, és mondták, hogy nem, még nem. Elküldtem a kiadónak, mondták, hogy még nem. És elraktam pár hónapra, elővettem, és akkor én is azt mondtam a tükörképemnek, hogy nem, ezzel te még nem végeztél, ennek a fele az szia. Van egy olyan mappám a számítógépemben, hogy ez lenne a kötetem, ha 16 évesen megjelent volna. Oda kerültek azok a szövegek, hogy nem, azért ez elég komolytalan. És a regényt pedig elkezdtem írni, aminek meg körülbelül a koncepciónak, bárminek, gondolatiságnak a 10%-a maradt meg most is. Ami szörnyen hangzik, tudom. De hogy nem, ez egy nagyon jó dolog, mert folyamatosan körvonalazódott az, hogy én egyáltalán én miről szeretnék írni. Mert csak így írtam, hogy ami jött, így ötletek, pohézió nélkül körülbelül, és akkor elkezdett körvonalazódni, hogy itt azért ki kéne találni, hogy ki beszél, hogy miről beszél, hogy miért beszél, hogy miért akarja ezt elmondani, kinek akarja elmondani, ki akarja ezt meghallgatni egyáltalán. Szóval, hogy ilyen kérdések felmerültek, amiben az egyik kollégiumi barátnőm mostanában, Magyar Janna,
Na, ő nagyon sokat segít, ő egy páratlanul jó irodalmár és filosz és olvasó, és ő nagyon jó kérdéseket tesz fel a regénnyel kapcsolatban például. Szóval várják még mindig szerintem, hogy elküldjem, és belenyomhassák a könyvben, hogy 18-ban Móricz ösztöndíjban részesült ez a szerző. Nyilván nem támogattak volna, hanem nem gondolták volna, hogy lesz ebből egy könyv, csak néha ezt nehéz elhinni. Mondtál pár dolgot, de ebbe próbálok most bele kapaszkodni, hogy ahogy kivettem, tulajdonképpen a regény alkotási folyamat az egy kicsit más, mint a versalkotási folyamatod. Mesélj erről egy picikét. Hú, nagyon más. Kicsit. Nyugodtan. Hát nagyon-nagyon-nagyon más, mert verset írni nekem olyan, mint nagyon közelről nézni nagyon sok képet, ahogy így cikázik, és akkor abból egyet kikapni, és vagy magát ezt a cikázást leírni. Regényt írni meg, vagy prózát, vagy egyáltalán meg olyan, mintha egy ilyen tök sötét helyen lenne az ember, és érezni, hogy ott van egy ilyen korong előtte, egy ilyen agyagozó dolog, és akkor így valamit így abból formálgat, de hogy nem látja nagyon, hogy mit. Nem látja, hogy ennek mi lesz a vége, vagy ilyen plecsni festészet, fogalmam sincs, ezekben végképp nem vagyok jó. De hogy a regény ez egy olyan dolog, amit nem lehet impulzusok alapján csinálni, nem lehet gyorsan csinálni. Ha valaki engem ismer, akkor biztos, hogy nem azt mondja rám, hogy türelmes vagyok. Ehhez meg nagyon sok türelem kell, de nagyon-nagyon sok türelem, meg főleg azt, hogy tudjam, hogy minden áldott nap ezzel dolgozni kell, le kell ülni. És amikor nincs kedvem, akkor is. Amikor nagyon nincs kedvem, akkor is. És amikor pedig utálom azt, ami előttem van, mert úgy érzem, hogy szörnyű, akkor is csinálni kell vele valamit. Amikor úgy érzem, hogy valamit már megalkottam, megírtam, akkor utána tudni kell azt, ezek a legnagyobb közhelyek tényleg, de így vannak, tudni kell azt, hogy a szemetes az a barátom. Szóval ezt úgy oda, vagy legalábbis el kell tüntetni abból, amit éppen csinálok, mert nem való oda, mert nem jó. És ezekhez nagyon sok türelem kell, meg önismeret, meg egyfajta hit, hogy tudjam, hogy egyébként ez nem csak az időmet pocsékolom vele, vagy pedig nem csak jól érzem magam, hanem ennek lesz egy eredménye. Egy olyan eredménye, ami talán más embereket közelebb visz saját magukhoz, egy élethelyzethez, vagy egyáltalán csak ahhoz az áldott állapothoz, hogy leülnek olvasni valamit, és kikapcsol a fejük egy órára mondjuk. Mesélted nekem, hogy írói szemmel próbálod élni az életedet, tehát hogy valamilyen szinten keresed ezeket a történéseket, gondolatokat, érzéseket. Erről egy picit mégis utána meghallgatjuk az egyik regény részletedet. Igen, szóval ez az írói szemmel élés, ez inkább olyan, hogy már nem tudom feltétlenül kikapcsolni. Szóval valaki egyszer belejön, akkor mármint abba, hogy úgy mozogjon a világban, vagy úgy keressen magának nem tudom, élményeket, hogy azok építsenek benne valamit, elindítsanak valamit, akkor abból nagyon nehéz kiszállni. Szóval utána már nem lehet úgy beülni a moziba, hogy milyen érdekes volt ez a bármilyen film, aztán elfelejteni ott perc múlva, kivéve ha ez egy rossz film volt, hanem az így 200%-kal neki kell nyomasztani. Össze megnéztük a FOMO-t, azt nem tudom, hogy itt valaki látta. Hát én azután úgy éreztem magam, ez ilyen leitatós, meg erőszakolós borzalmas volt. Mármint, hogy jó film volt, és én utána órákig azt éreztem, hogy mindjárt hányni kezdek, mert hogy nagyon nem tudom leválasztani magam annyira ezekről az élményekről, néha, mint amennyire amúgy így normális ember csinál. És igen. Szóval, hogy nem is arról van itt szó, hogy tudatosan eldöntöm nap, mint nap, hogy úgy hévezek be a boráros térre, hogy hallgatom a mellettem ülőket, hanem egyszer csak mondjuk felszáll valaki valamelyik megállóban, és
és elkezdek gondolkodni valamiről, amit ő mond, egy gesztusáról, vagy valamiről. De hogy ez nem tudatos, ez inkább elkerülhetetlen. És akkor ezeket valamilyen szinten beleépíted akkor a regényedbe, vagy akár a versőbe ezeket a gondolatokat, dolgokat, vagy ezeket próbálod saját érzésvilágodra formálni? Vagy... Hát ez igen, részben. Szóval próbálok egy ilyen különbségtételt csinálni, vagy tenni magamban is, hogy az, amit én befogadok, azt nem lehet abban a formában ki is adni, ahogyan én ezt befogadtam. Szóval nem lehet csak azért, hogy én nem szeretek csak azért leírni valami sztorit, vagy történést, vagy bármit, mert én azt hallottam, és akkor így szeretném ezt állalni másoknak, hanem szeretnék mögé menni egy kicsit, szeretném megérteni azt, hogy ezek az emberek, akiktől ezeket a dolgokat hallottam, hogy mit érezhetnek, mire gondolhatnak közben, és nem olyan szempontból, hogy szörnyen vannak, és akkor még szörnyebben vannak, hanem hogy mik azok az ilyen kiugró jelenségek, amik viszont ellenpontozni tudják ezt az egészet. Hova kell időben visszanyúlni azért, hogy megérthessünk egy mostani reakciót, hova tud az kivezetni minket a jövőben egy történetben, hogy most látunk belőle egy darabot, mik azok a párhuzamosságok, amik lehet, hogy nincsenek ott, de hogy az én fejemben ezek így egymásra tudnak épülni. Van bármi értelme, amit mondok? Nem tudom. Kicsit majd összefoglalom ezt a részt is. Tehát tulajdonképpen a lényeg az, hogy próbálod a saját érzelmi reakció, nem tudom, nekem is ezt vettem, a saját érzelmi reakciódat belehelyezni egy fiktív történetbe, és úgy átélni, és azokat a reakciókat írod le végül, amit igen. Ott abban az a pillanatban érzel. Igen, ez így jobban hangzik. Hogy legalábbis rövidebb, kevésbé nehézkes ezt így megérteni. Igen, hogy a reflexió az, amit szeretnék én most már belevinni a szövegekbe általában. Én nem érezgek. Nem? Jó, elvállom. Hallgassunk meg tőled akkor a Tisztás című regényedből egy részletet. Ezt ugye? Amelyiket szeretném. Legyen a másik, az a másik is, ugye? Igen. Akkor legyen ezt először, jó? Aztán utána a másik fel átérünk. Ez a részlet, ez még a Moritz idején született napban, és magantottam, úgyhogy ezt olvasom, azért nincs kinyomtatva, hanem ilyen felvágósan az újságból. Szóval, és a címet nem én adtam, hanem nem volt címe, és úgy döntöttek, hogy adnak neki. Szóval, Klára mama viszonya a fikcióhoz. Rendhagyó volt, de közel sem példátlan. Egy 800 fős településen élt, a szülei és a nagyszülei házában, abban a házban, ami a családi legendáriumunkban, méltó módon vált a cselédsorban kiszakadás szimbólumává. A kert földje agyagos volt, a falak hűvösek, a fagyöngyelt elenült almafa termése évenként lett satnyebb, és az idő múlását nem igazán a naptár mérte, hanem az évszakok változása és az ünnepek. Klára mama édesanyja, az én dédanyám, gyenge elméjű volt, abból is a veszélyesebb fajta, nem pedig a falakat bámuló motyogós. Terus dédi egész életében szelíd türelemmel tűrt el minden szükséges rosszat. Forradalmak és ellenforradalmak, hódító csapatok és felszabadító csapatok meneteltek át a ház elé ültetett kardvirágokon. A fiait háborúk vitték világot látni, egy lányát és két unokáját eltemettek. Terus dédit a szomszédok szerették. A faluban az ő tyúkjai tolták a legtöbb tojást, és minden növény, még a porrá taposott kardvirág is új életre kelt kezei alatt. A frontról érkező leveleket képes volt szeretettel olvasni, és a férje hiába volt a megtestesült egykedvűség, házasságuk pedig hiába alakult összeadandó telekrészekre, úgy beszélt az ő terkájáról, olyan szerelemmel, mintha nem is ember, inkább egy földre szállt angyal lenne. Egy ponton azonban a dédi Jámbor türelme profán őrületbe csapott át. Előjelét nem tapasztalta senki. Miközben a tyúkok kitartóan tojtak, a virágok éledeztek, vagy még mindig életben voltak, ne adj Isten dúsabban virágoztak, egy tavaszi este az én jó dédapám,
Valami fémesen hideget tapintott ki az ágyban. Peruskám, dünnyögte félálomban. Mit keres a nagy kés a párnád alatt? Terka déli szeme, ekkora teli holddal bevilágított szobában, sose látott fénnyel villant meg, s hanyat fektéből, macska puhasággal gördült férje mellé az öreg sezlonyon, hogy a fülébe súgja. Itt vannak. Figyelnek. A dédpapa csak pislogni tudott. A szobában eddig nem érintett tónussal csengtek a szavak. Fektében, görbe ujjaival, szemeiből kikaparta az álmot. Terka dédi pedig folytatta azzal, hogy nem kell félnie, hiszen oda, ez csak tátogta, miközben szemével az éjjeli szekrény felé intett, mert ásott egy alagutat, ami a pincén át a pöcegödör titkos mellékszobájába vezet. Sose lehet mindez az övék. A dédapám igazán nem tudta ezt mire vélni. Kicsodák, Terkem, hát miről beszélsz? Kérdezte a titkokkal terhes helyzethez mérten, túlságosan hangosan és kapcsolatuk során talán, ha másodszor tegezve dédanyámat. A dédi nem kockáztathatta meg, hogy meghallják őket és az egész terv dugába dőljön, így egy jól irányzott mozdulattal beletenyerelt dédapám szájába, aki a riadalomtól és a fájdalomtól felváltva ordított és harapta a száraz paraszt kezet, egészen addig, amíg Klára mama a szomszéd szobából át nem rontott, s fel nem kapcsolta a villanyt. Terka dédi nem ismerte fel a saját lányát. A kést előrántotta a párna alól, s Klára mama felé hadonászva felszólította, hogy hagyja el a házat, vagy átvágja a torkát, és ő ugyan nem viccel. Klára mama megkövülve állt a küszöbön, apjára pislogott, aki tanástalanul feküdt ágyában, térdelő Terka dédi mögött. Egyszer már hallott olyanról, hogy valaki sztrókot kapott, és utána más emberként viselkedett, s gyanította, hogy ez lehet az anyjával is a helyzet. Feltartott kezekkel kihátrált a szobából, ösztönösen sejtve, hogy a dacolás, a tagadás és a magyarázkodás nem segít most. Ahogy becsukta maga mögött az ajtót, a fatáblán éles puffanásokat hallott. Épült a barikád, amit a reggel 7-kor érkező mentősök bontanak majd szét. Klára mama rémálmaiban azóta is hallja az anyja eszedős rikácsolását és a mentősöket, ahogyan a megnyugtató szavakat ordítják a fehérre mázolt ajtónak, segíteni jöttünk. Senki nem aludta akkor este. Háromféle félelem gyötörte a három embert. A dédapám saját életét féltette, Terka dédi a kettejükét és persze a családi telket. Klára mama egy vakfolt takarásában állt éppen az elméjében, ahol a valóság és a képzelet egyre biztosabban mosódott egyben. Klára mama a falutól rettegett, hogy szájára veszik a családot, pedig tehetnek is róla, de talán még jobban rettegett a mentősöktől és saját magától. Mi van akkor, ha kettejük közül valójában ő az őrült? A 112-t szégyenkezve tárcsázta, az édesanyja állapotát próbálta kevésbé súlyosan tálalni, de úgy érezte, a barikád és a kés olyan elemek, amiket értelmetlen lenne eltagadni, hiszen ha kijön valaki, rögtön szembesül velük. Terka dédit szelíd erőszakkal hónaljánál kapták fel és vitték ki a mentőkocsiba. Ott az ajtó előtt addig toporzékolt, nem vagyok még olyan öreg, tök elütöttek, egyedül is be tudok szállni egy kocsiba, hogy hagyták egyedül belülni. Klára mamát a kocsi ablakából, mint egy vadidegent figyelte. Az összecsomagolt holmikat, szappanfok kefefehér nemű hálóink, később a pszichiátriára kellett vinnie a családnak. Klára mama ettől kezdve még szorgosabban járt templomba, ahol meggyógyult minden bűnt és bűnös gondolatot, ami valaha eszébe jutott. A pap egykedvűen hallgatta, s hiába volt már 65 éves, szegény báránykámnak szólította, akárhányszor az anyja szóba került. Klára mama addig a hajnalig imádta a könyveket. A Szulajmán szultánról, meg a középkori Párizs szerelmi viszonyairól szóló puha kötéses történeteket. Rabúj lejtette az ármány, az intrika, a szerelemféltés és a messzi városok exotikuma. Bombonos dobozban gyűjtötte az újságok színes fotóit hastáncosokról, előadásokról, modellekről. Mozdotta a képzelet szabadsága. Aztán elérkezett az a hajnal, és a 8. parancsolat központi kérdésé vált az életében. Egészen addig arra szolgatott istenfélő logikájában, hogy azt feltételezte, anya rosszul léte, ahogyan ő nevezte ezt az egyre kásásodó tudatállapotot,
tulajdonképpen Isten büntetése az ő csapongó, hazug képzeletéért. Atyám, hazudtam, gyónta ezredszer is. Hát, ha visszacsinálhatja, amit Telka dédivel történt, és hát, ha megmenti saját lelkét, ami úgy érezte lassan, de biztosan halad az őrület, vagy a kárhozat felé. De minél inkább szerette volna tiltó listára tenni vad ábrándozását, tulajdonképpen csak annál nagyobb lelki furdalással falt a könyveit tovább. Na még ezt a kettőt, ha megkikölcsönöztem. De csak naponta 20 oldalt. Maximum 30-at. 50. Szép kerekszem, annál hamarabb visszavihetem, hogy utána megjavulhassak. Úgy kínoszta a lelkiismerete, hogy végül egy gyónás közben kicsúszott száján az óvatlan kérdés. Atyám, ön mit gondol, aki könyveket ír, mint bolond? A paphő mögött, a rácsos ablak mögött ráncolt a szemöldökét, és az éjjeli szekrényén tornyosuló Agatha Christie krimikre gondolt. A bolond a szerző, hát az olvasó is bolond, futtatta le fejében, és mivel ő az Úr kegyelmében részesült, példás életet élve, nem szerette volna elfogadni, hogy egy kis délutáni olvasmény miatt bolond lenne. Mire gondolsz, leányom? Kérdezte, hogy időt nyerjen. Hát ugye, atyám, a könyvek, a Biblián kívüli könyvek, helyesbít egy gyorsan, majd lassan hozzátette, illetve a Biblián és a tankönyveken kívüli könyvek hazugságról írnak. A kitalált történetek, mint mondjuk, és itt újrahezített, és megfontoltan kitért a szultánokról szóló olvasmányai elől, az aranyember, mivel nem úgy történtek meg, amiről írnak a könyvek, ezért hazugságnak számítanak. Így aztán az írói pétkezik. Klára mama itt hezitelt. Hatalmába kerítette az Epifánia boldog érzése, és szinte kiáltotta. Hazugok a szerzők, nem is bolondok. Az atyát sok dologról kérdezték, mert szolgálata alatt. Kérdezték az evolúcióról, az igazságosságról, sőt, saját testi vágyairól is. Ezekre a kérdésekre általában homályos idézetekkel válaszolt, és így mind a maga, mind a kérdező lelkét megnyugtatták. A fikció, avagy a Klára szerint felvetett szerzői bűn azonban ismeretlen terep volt, és az atya érthető módon Nietzsche munkásságából, annak botrányos kijelentésén kívül nem táplálkozott. Irodalmi érdeklődése nem terjedt túl a retorika tanulmányozásán és a kanonikus szerzők bólogatva vagy fejcsóvába olvasásán. Klára mama feszült figyelemmel ült a gyóntató fülkében, s röpke percre úgy tűnt, mintha szerepei felcserélődtek volna. Az atyának válaszolnia kellett a kérdésre, és minél tovább gondolkodott rajta, annál kényelmetlenül érezte magát. Aztán úgy egy perc töprengés után visszavonhatatlanul megcsapta a túláltalánosítás szele. A fülében egy ördögtől eredő hangocska azt suttogta, a Biblia történeteire sincs bizonyíték, és akkor rengeteg súlya szakadt fel belőle a válasz, csak hinni kell. Klára mamát pedig ez a félrecímzett mondat ugye meglepte, de kapóra is jött neki. Ha hiszi az igazát, hát büntelen. És ha az anyja hiszi az igazát, hát ő is büntelen. Hazaérve a gyónásról, szülei szobájába hosszant elhúzta az éjjeli szekrényt. Hallotta apjától a történetet a falba vájt alagútról. A szekrény fiókjában kanál zörgött. A falban kezdetleges kis lyuk tátongott. Klára mama szeme könnyen telt, meg s úgy érezte, Telka dédi lelke megszabadult. Másnap boldogan vitte vissza a városi könyvtárba könyveit, és méltósággal vonult a szórakoztató irodalom zsúfolt polcai felé. Erőben mások, mint a versek. Nagyon-nagyon vizuálisak egyrészt a soraid. Másrészt meg tényleg van egyfajta komorsága is, de van egyfajta humora is a soraidnak. Legalábbis most ez alapján, amit felolvastál, én ezt érzem, de a következő részletnél is majd ez a vizualitás nagyon-nagyon megjelenik. Mesélj egy picit, kimondottan a Tisztás című regényedről. Jó. A humor egyébként olyan dolog, amit nagyon hiányolok általában a szövegeimből, szóval ez egy kicsit ez viccesebb, mint szokott lenni. És a Tisztás, annak ez a munka címe csak, de most már jó pár éve ez a munka címe, szóval talán marad is.
és teljesen másféle koncepcióval indultam el, mint ahol most tartok. Ezt nem is ismertetném, majd a filológusok biztos fogják. Talán. Optimistán ezt mondom. Most ott tart a történet, hogy van egy elbeszélőm, aki leszbikus vagy biszexuális, még ő se tudja, még én se tudom. És neki ez az egész előjövetele a másfajta szexuális orientációjával, ez az alapbonyodalom, ami miatt nagyon nehezen tud kapcsolódni más emberekhez, és történik egy kis megcsalás, történik egy kis plátói szerelem, történik egy kis családi, ez meg az, szóval egy egészen mikrovilágban vagyok, és van ez az elbeszélő is, ahol talán annyit tudni, hogy ez Európa valahol, Európa közepe, de hogy ez egy nagyon homályos dolog, hogy ő hol él, és az élete miköré rendeződik. Ami éles, azok a közelképek szerintem, pillanatok, mozzanatok, érzések, konfliktusok, és egyáltalán az, hogy két kezemen meg tudom számolni, hogy hány szereplő van, abból egy kezemen az, hogy mennyi szólal meg benne, sőt, lehet, hogy nem is kell az egész kezem ehhez. És, de végig majdnem egy belső monológot hallunk, nem? Tehát, és több idősik is van a regényemben. Nem mesélj akkor erről, ezekről az idősikokról. A belső monológ az viszonylag állandó, most már próbálkozok kicsit nézőpontváltásokon, hogy ne csak egy embernek a szűrőjén keresztül menjen minden, hanem azért legyen egy kicsit több oldalú, hogy ne legyen unalmas, vagy ne legyen túl nyomasztó, vagy ilyen beszűkítő. És az idősíkok pedig olyan, úgy tudok ezekkel operálni, hogy azt hiszem nekem ez megy. Hogy nagyon szeretek egy adott pillanatban elindulni, és abból visszautalni nagyon régre, abból előre utalni kicsit későbbre, vagy egy időre, hogy picit pontosabb kérdést szeretnék kérni, hogy mire gondolsz? Tulajdonképpen pont ez, amit itt elmondasz ezekről az idősikokra, tehát hogy összerakod úgy, hogy ha jól emlékszem a történeted elején talán 8 éves a lány, de aztán, vagy 16, nem tudom, és akkor visszavonunk 8 évre, viszont van egy édesanyja története is, egy napló részlet, vagy valami ilyesmi, tehát hogy folyamatosan váltogatod ezeket az idősikokat, tehát tulajdonképpen erről lett volna szó, de valamilyen szinten ezt így meg is válaszoltad, és ahogy említetted az előbb, hogy mikrovilágokat próbálsz létrehozni. Ezek a mikrovilágokban talán most tudunk visszakapcsolni arra a gondolatra, amikor beszéltünk a kommunikáció és a kommunikáció képtelenségről, illetve azokról az érzésekről, gondolatokról, hogy az adott szereplők egymásra hogyan reagálnak. Tehát reakciókat próbálsz megfigyelni, és érzéseket, gondolatokat próbálsz leírni. A következő részleten is egy olyan részlet lesz, ami talán egy első, nem is tudom, pillanat, amikor a szereplő talán felismeri azt, hogy itt valami másfajta szexualitás kezd kialakulni, tehát valami ilyesmi. Tehát tulajdonképpen itt a mikrovilágok azok, meg illetve az idősikoknál pont erre gondoltam, amit így elmondtál, hogy tényleg így látogatod ezeket, illetve több húron, tehát nem egy lineális szerkezetű történetről van szó. Itt a mikrovilágokra egy picit még térjünk akkor vissza, hogy itt is tulajdonképpen, amit leírsz, akkor azokat a történéseket valahogyan veszed, formálod, és itt is a te saját érzésvilágodat próbálod leírni, hogy te egy adott szituációban hogyan reagálnál, vagy pedig ez hogyan? Igen. Arról van szó itt, hogy a konfliktusok és ezek a reakciók, ezek bizonyos élethelyzetekben ketten kellenek a tánchoz. Szóval olyan nincs, hogy valaki csak ül a szobájában és várja azt, hogy a benyomások jöjjenek, meg a dolgok jöjjenek, és nem jön semmi, és akkor ezen még gondolkodik is, hanem
És itt picit eltérek a síkokra is, igen, szóval ez így nagyon keveredő dolog, hogy nem lehet egy idősíkban írni szerintem. Én nem tudok egy idősíkban írni konfliktusokról, és ez ilyen vice versa dolog, hogy nem lehet úgy írni egy konfliktusról, hanem én nem tudok írni úgy egy konfliktusról, hogy most már, hogy ne eltérképezzem fel azt, hogy ahhoz tényleg két személy kell, vagy még több személy kell, vagy egy-egy személynek a múltja kell, egy ösztönös reakcióban mennyire ő van benne, és mennyire az, amit tanult valahonnan, mennyire az, amit elesett valahonnan, és mennyire tud egyáltalán ezekről az ösztönös reakciókról, mennyire tudja azt felmérni, hogy ami belőle szól, az tulajdonképpen nem teljesen ő, hanem valami olyan, amit mindig a magáénak érzett, de tulajdonképpen őt is felemészti egyfajta viselkedési sémája, amit mindig egymásra pakol. Szóval amikor azt mondtam nemrég, hogy nagyon sok önismeret kell, az szerintem itt csúcsosodik ki, vagy itt kezd beérni alkotói szemmel az, hogy amit én megélek, abból mennyi vagyok én, mennyi a környezetem, mennyi az a fajta mechanizmus, amit betanultam évek során, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy A, akkor én arra így és úgy mondom azt, hogy B, és hogy ez mennyire változtatható a B, mennyire változtatható C-re, és a módja annak, hogy hogyan reagálok, az mennyire változtatható bármire tulajdonképpen. És ez nem egy ilyen Bildungsroman fejlődési regény, hogyan legyen jobb ember regény lesz, sőt, abszolút nem. Hanem hogy pont a mögé szeretnék beletni, hogy egy-egy ember, hol egy-egy embernek a története, hol kezdődik el saját magán belül. És ezt említettem, amikor találkoztunk, hogy Nádas Péternek a párhuzamos történeteit olvasom most, történeteket, és ez nagyon-nagyon nagy hatással volt nem szemléletmód szempontjából. Megtanított arra, hogy aki már kinyitja ezt a könyvet, az felkészült arra, hogy el fogja olvasni azt az 50 oldalt, ami ott van, és nem kell azért szabadkoznom, mert valamiről 50 oldalon keresztül írni akarok. Nádas Péter sem teszi ezt, sőt, nagyon-nagyon-nagyon sok író, nagyon-nagyon sok időt és energiát szentel egy motívumnak, amit én eddig nem nagyon engedtem magamnak. Hanem úgy voltam vele, hogy na menjünk ezen keresztül, hogy legyen meg. Hogy legyen eleje, közepe, vége, legyen lineáris, legyen értelme. Mint az olvasónaplókban, hogy tudjunk felállni a kérdésekre, hogy ki volt a szereplő benne, mikor kezdődött, hol játszódik. Akkor úgy döntöttem, hogy nem akarom, hogy erre lehessen válaszolni, mert ennek nem az a lényege innentől kezdve, és talán ez az a váltás ebben a regényírási folyamatban, hogy nem azt akarom, hogy befejezzem, és nem azt akarom, hogy ez egy kerek egész történet legyen, valami somás konklúzióval, hanem pont azt szeretném csinálni, hogy ez minél érdekesebb kapcsolatokat lehessen felfejteni benne. A mikrovilágokról jutott eszembe, én nem tudom mennyire nézni a sorozatokat, de nekem a This Is Us Rolling Soul című sorozatot bátran ajánlom. Több idősik van a filmben, indulunk a 70-es évekből, aztán a jövőben is vagyunk, a 2000-es években, és folyamatosan mennek ezek az idősikok, és egy családi történetet látunk kibontakozni. Tulajdonképpen ott van az, hogy néha egyetlen egy eseményre van felhúzva a több idősik, akár egy családi kirándulás egy medence partján, és akkor mind a három idősikban látjuk, hogy ott a szereplők hogyan reagálnak. Tehát egy nagyon érdekes sorozat, bátran tudom ajánlani, mert nagyon sok érzelmi, gondolati, illetve akár az idősíkok játszódásával is lehet belőle meríteni. De most hallgassuk meg tényleg ezt a tisztás regény részletet, és akkor utána még egy rövid kérdés erejéig, még egy verset majd. A látszatra vagy a jó ízlésre immunis vagyok. Leírom a naplomba, hogy édes szerelem, meg hogy lebegő jelen nem lét.
és hogy eszetlenség, majd még azt is, hogy boldogság. Egyrészt Jézusom, másrészt kell lenne utólag megmásítani. Kell lenne eltagadni a reggeleket, ágyban 11-ig, boldogan, a falakat nézve, de nem a falakat látva. A kezemből kiejtett tárgyak szerencsés érkezését. Elhagyott bögrék az asztallap szélén, csak a fő súlya húzza vissza. Buszutak, meditatív állapotban, a fejem felkapom, mosolyogva megrázom, és két megállót visszasétálok. 10 perc késés, 20 perc késés, ma inkább nem megyek be. Szemvelgés szép zenéket hallgatva a parkban, a könyvtárban, az ablakon kibámulva. Ilyen szép volt Violával a fejemben élnem. Az első út előtt az ismeretlen hajtott, és az az érzés, hogy nincs választásom. Vagyis, hogy van, de az összes többi opció mellékessé zsugorodik. Csak erre tudtam fordulni. Csak erre tudtam menni. És a második út előtt a szívem a duplájára dagadt. Egyszerre volt az engem körülvevő világ ismerős és idegen, dédelgető és kitaszító, jámborolyan naív és félelmet keltően minden tudó. Nagyon szomorúan indultam haza az első alkalommal. Két puszit nyomtunk egymás arcára, mielőtt a vonatra felszálltam, és nem maradtunk semmiben. Amit kimondottnak véltünk addig, arra nem támaszkodhattunk a hétvége alatt. Nem lehettünk nem idegenek. Az átadott titkokhoz viszont nem tartozott test és múlt. Túl sokat tudtuk valamiről, amit egymás helyére értettünk. Csak véletlenül érintkeztünk például. Ha tartottam egy ajtót, amit Viola átvett egy pillanatra a készfejemhez ért, vagy rögtön bocsánatot is kért. A buszon a csípőcsontom a csípőjének ütődött egy kanyarban. Elnézést. Nagy tömeg jött, összenyomott minket. Homlokom az ajka vonalában, túl közel, rácsapódott szájából a pára. Elnézést újra. A parton, a megígért tengeremnél Viola szemérmesen kabinba vonul és átöltözik. Felhúz egy egyrészes úszódreszt. Rendeltetése áramvonalas takarás. Rám se néz és elindul a vízhez. Ha arra most nem is illik emlékeznie, hogy ez az első alkalom a tengerparton, vagy hogy feszélyez a bőröm, miatt ez a nagy fedetlenség, arra azért mégis emlékezhetnám, mondjuk praktikus okokból, hogy nem tudok úszni. Ő messze a bójáknál bukik alá, bukik fel. Az örökkévalóságig úszik, és nem érdekli, hogy én nem. Mikor hazatérek, első éjjel azt álmodom, hogy osztriga vagyok, és nagyon sok más osztriga közt engem is kihalásznak. Először csak a tengerfenékre közeledő hálót látjuk, finom árnyékkel simogatják a vizet és minket, aztán idővel a háló alattunk terül el, és egy feszültséggel teli ponton megemelkednek sarkai, mi pedig félénk kagylócskák, összeütődünk, papírvékony meszes vázakkal is tolják a másik papírvékony meszes vázát. De félünk feljönni a napvilágra. Ezt megírom Violának, aki erre sokáig semmit sem válaszol, aztán szinte semmiből hetekkel később írja, hogy ő is álmodott már hasonlót. Álmodta már azt, nem is olyan régen, hogy partra veti a víz. Kimondani nem bírná, de leírni igen, meztelen. Álmában meztelen, és egy pici helyről, egy cölöpről, ami már napok óta egyensúlyoznia kell, beesik a hullámok közé, és elfelejt úszni. Ilyetten kapkodja a fejét a vízből levegőért, és sómarja a torkát, sómarja a szemét. Sokáig kapálózik, pedig tudja, hogy nincs remény, és tudja, hogy abban a pillanatban, amit feladja, várja a fulladás. De aztán jön egy hullám, és a partra mossa. Végül életben marad, de képtelen felállni, azt se tudja, hova menjen szégyenében, meztelen. Mit gondolok erről? A meztelenségért gondolom. Egyszerű vagyok, mint egy kő, egy olcsó tuskó, és nem érdekel a víz, a fulladás, a halál. A meztelenségére gondolok szinte állónak, a leheletére a homlokomon, arra, hogy milyen lenne pici ajkait megcsókolni. Milyen jó. Távolságot tartok, és azt felelem, hogy furcsa lehet úgy álmodni ezt, hogy tud úszni. Erre félreérthetetlen válasz érkezik. Lehet, hogy nem is tud. Ez csak látszat, Szofia. Lehet, hogy azt szeretném, ha partra dobna mindaz, amit eddig hittem magamból. Elsőnek egy édes szúrás.
A szívem, mintha arrébb lépne, még balrább, és fényesen, élesen feldobom. Aztán egy lenyelhetetlen göb a torok tetején, és remegni kezdek. Nem kérdezhetem meg, Viola, ez mégis mit jelent? Végezetül sok mindenről beszéltünk, beszéltünk versekről, beszéltünk prózáról, és végezetül felteszem azt a kérdést, hogy hogyan tudod tulajdonképpen ezt a kettőt összeegyeztetni, hiszen most egyszerre kettőt alkotsz, és mondod, hogy néha hónapokig kell egy versen gondolkodni, vagy néha nagyon el kell mélyülni egy irodalmi, vagy egy szövegbe. Hogyan sikerül ezt mégis így összerakni? Hát az a titka, hogy nem sikerül összerakni, hanem nem igazán írok verseket, ebben az évben nem igazán sikerült. Januártól főleg a regénnyel foglalkoztam, és ahhoz tényleg kell az, hogy amit mondtam, hogy nagyon szigorúan leülni és csinálni. És a verseket azokat pedig mostanában istikába előszedem, amikor nincs agyam ahhoz, hogy valami komolyabban gondolkozzam. Akkor, ez szörnyelmzott, de hogy nincs agyam ahhoz, hogy komolyabban gondolkozzak hosszú időn keresztül, na akkor előveszem a verseket, de én nem tudom egyszerre. A Garacinál olvastam egyszer valami körkérdésben, és ő mondta, és szerintem ezt valahogy tudatalan megfogadtam, hogy aki neki el regényt írni, az nem szakadhat ki belőle, mert ha kiszakad, akkor nagyon nehéz utána visszamászni bele. És én ezt valahogyan megfogadtam, mert sokszor kiszakadtam belőle, nyáron augusztusban volt egy pont, ahol elegem lett mindenből, akkor kihúztam a szövegeknek a háromnegyedét körülbelül, vagy elpakoltam egy másik mappába, és akkor nagyon-nagyon-nagyon dühös lettem, akkor azt mondta a barátom és szerkesztőtársam, hogy ezt rakjam félre, szerinte az lenne a legjobb, hogyha most nem foglalkoznék ezzel. Igaza lett amúgy, és januárban pedig, vagy decemberben egyszer csak dühösen arra gondoltam, hogy na, ilyen azért nincs, velem ez a könyv nem fog kicseszni, hanem én ezt megcsinálom. És akkor elővettem újra azt, ami azt eredményezte, hogy a versenyemmel kevesebbet tudok foglalkozni. De ősszel télen, pont a versekkel foglalkoztam, de akkor volt is egy olyan, hát nem tudom, lelki állapotom, hogy nem tudtam volna koncentrálni nagyobb lélegzetvételű dolgokra, meg sokkal érzékenyebb voltam pillanatokra, meg benyomásokra, meg napokra, és a szomorúságra is sokkal érzékenyebb voltam a kétségbeesésre. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, még majd egy verset fogunk tőled meghallgatni, és hát tényleg várjuk a megjelenést mind a regénynek, mind a verses kötetnek, viszont azt nem mondd el, hogy mikor fognak ezek elkészülni. Nem, majd idővel, majd igen, idővel. Úgyhogy ez a 2018-as embléma az ott lesz, úgyhogy, de lényegtelen. Évekre nem kell nézni, hogy mikor. A lényeg az, hogy merüljen bennük minél jobban, és ki tud adni mindazt, amit szeretnél, mind a kötetbe, hogy tényleg egy egységes olyan kötet legyen, hogy ami most jelenleg te vagy, és ne a 16 éves én. A regénynél pedig ezt az elmélyülést, ezt az érzelmi elmélyülést, és mindezt, amit szeretnél még majd kiadni, amit szeretnél majd formálni, hogy amikor te majd felkapcsolod a villanyt a sötét szobába, azért te is lássad, hogy mi alakult belőle, illetve a többiek is majd lássák és olvassák. Úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm szépen önöknek is, hogy itt voltak. Még Nyúlcsától majd egy verset fogunk meghallgatni, és annyi még tényleg, hogy a Doma Bencének a zenés estje nem jövő héten lesz, még márciusban majd egy újabb időpontot ki fogunk tűzni, és az lesz a Bájoló rendezvénynek az utolsó idei etapja, úgyhogy arra is majd várunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Én még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, hogy elfogadtad a meghívást, és hajrá, előre, tényleg így a kettőre. Előre, aztán előre. Hát az időség meg egyben. Én is nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött. Tényleg, főleg azoknak is, akik
fogalmuk nem volt, hogy mit akar ez a név, aki most itt ül. És nagyon szépen köszönöm Bencének, hogy engem ajánlott ide, és neked, hogy hallgattál Bencére. Bencére lehet hallgatni. Ő egy megfontolt ember. Az úszó helyfeled. Szóval az úszó helyfeled így a végére. Egy kis elbocsátó negatív üzenet. Szóval az úszó helyfeled. A tenger közepén mit ér egy csapás? Több hektolitert, ha már nem bír a tenyér, szigetet adj. Édes vizet, levegőt, adj nyugalmat neki, élő földet. Add meg az úszónak a tudatlanságot, a félelmet, a rajtkövet, az úszoda klórszagát. Add, hogy elfelejtse a bután tanult Odüsszeuszt és sok felesleges vágyait. Adj neki emberi léptéket, mielőtt végtelen vizeit befolytja magát.